Egyre többen állnak ki az iskolák, vagy talán mondhatjuk, hogy a Miskolci gimnázium első megjelenése óta az ő követelésük mellett, mint ahogy az egészségügyben érintettek követelései mellett is egyre több orvos, egyre több szakápolis, egyre több civil adja a nevét hozzá és áll ki mellette. A Miskolci gimnázium után, ahogy mondtuk, a Teleki Blanka gimnázium is egy nyílt levélben fogalmazta meg az egyet értését, és azt is, hogy miben nem ért egyet. Pukli István igazgató a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm, és Berecki Csongor tanár, jó estét kívánok, üdvözlöm. Mi kellett ahhoz, hogy megszólaljanak? Mi kellett ahhoz, hogy megszólaljunk? Hát kellett a Miskolci gimnáziumnak a levele, meg kellett ez az elmúlt három év fokozatosan, ahogy szépen egyre inkább feszítettebb volt a légkör. Bementem dolgozni, és láttam a kollégáimat, hogy mennyire elcsigázottak a gyerekek, mint a zombik jártak, keltek az iskolában, és úgy gondoltuk, hogy na, akkor elég volt. De kellett valaki másnak a bátorsága, hogy másoknak is bátorságot adjon? Nézze, már hónapok óta tervezgetjük, hogy valamit lépünk. Általában egyébként lekötött az energiáimat a tankerülettel való bíbelődés, illetve küzdés, meg az oktatási hivatallal való küzdés, de ez egy kellő löketet adott és kellő bátorságot, hogy megszólaljunk. Mit szóltak ehhez a tantestület tagjai? Ön mit szólt, amikor először nem tudom, hogy kitől hallotta, vagy kivel beszélgettek arról, hogy na hát akkor most már mi is lépjünk színre, és mondjuk el, hogy ez így tartatatlan? Nagyon-nagyon rövid idő alatt, egy 10 percben gondolkodjunk, mint hogyha futótűz terjedt volna, egyöntetően mindannyian kiálltunk mellette. Mindenki? Egyöntetően? Mindenki, 100%-ban. De hogy, hallottátok, hogy a miskolciak? Tehát így körülbelül? Olvassátok, hogy a miskolciak? Nézzük meg, mit szólunk hozzá, beszéljünk róla. Körülbelül így. Az, hogy a gyerekek olyanok, mint a zombik, ahogy az igazgató úr mondta, ez úgy konkrétan mit jelent, hogy mivel nyilvánul meg? Nem tudok átugrani azon, hogy tanár vagyok, úgyhogy egy képet szeretnék erre behozni. A Teleki Blanka gimnázium egy nagyon jó szimbóluma az oktatásnak. Egy 114 éves épületről van szó. Most a magyar oktatás világszínvonalú volt, és nagyon jól működött, és most felülről kaptunk olyan utasításokat, hogy cseréljük ki ezen az épületen az ablakokat, az ajtókat, képletesen mondva a födémet, a parkettát és mindent, és kiderültek a hiányosságok, hogy igen, annak idén az építők nem alkalmaztak habarcsot, és repedeznek a falak. De most mindent képletesen értünk. Mindent képletesen mondunk, tehát hogy vegyünk európai normákat, és azt egy nagyon jól működő, hagyományokon alapuló oktatásba vezessük be. Ezeket az úgymond európai normákat nem biztos, hogy kipróbálták előtte Magyarországon, nem tudjuk az eredetét, és nem tudjuk azt, hogy hogyan is kellene beépítenünk, miközben mi vagyunk a kivitelezők, mert a megrendelő azt mondja, hogy ezt ekkora teljesíteni kell. Csak azt használhatjuk, amit ők mondanak, csak 3-4 tankönyvből választhatunk, és mindeközben ott vannak a gyerekek, és az ő fejük felett kísérletezünk. Velük. Velük, pontosan. A klikkel, tankerülettel bíbelődni, az mit jelent így a napi életben, a napi munkában? Hát nézze, szerintem sokat elárul az, hogy ha azt mondom, hogy a KIR 3, az a bérszámfejtő program volt, egészen addig, amíg nem vezették ezt a csodálatos KIR-et, addig a KIR 3-mal én bíbelődtem az iskolában, tehát én foglalkoztam vele, mivel ugye a gazdasági ügyintéző státuszt megszüntették, és hát senkinek nincs arra végzettsége, hogy ezzel foglalkozzon. Ez igazgató a bérszámfejtő? Hát a bérszámfejtés részét nem én készítettem, viszont volt olyan része, például az úti költségtérítéseket bizonyít. Igen, tehát a tankerületnek erre nem volt sem energiája, sem kapacitása, hogy ezt elvégezze. Úgyhogy ezt sajnos nekem kellett elvégeznem, igen, én csináltam. Annak idején, amikor felállt a klik, és még a kezdeti nehézségek voltak, mert már működött, de még nem volt mindenkész, akkor voltak különböző fennakadások, és igazából nem tudom, hogy ez azóta megszűnt, és kezdeti nehézség volt csak, vagy pedig ez folyamatossá vált, csak mindenki beletörődött. Hogyha egy krétát kell vennem, akkor azt most már én nem vehetem meg, vagy hogyha betörik az ablak, és kell hívnom egy ablakost, akkor azt nem lehet, hogy oda telefonálok, hanem meg kell járnom a különböző kacskaringos utakat, hogy elintézzem. Ez egyre bonyolultabbá vált a rendszer. Tehát most az ablakbetörésre nem beszélnék, mert az a működtetőnek a feladata. Azt ugye orvosolni ezt a kérdést, ami szintén nagyon lassú, de hát ugye ketté választották a rendszert, és a pedagógusok és a
pedagógusok bérét, illetve az eszközellátás a kliknek a feladata lenne. Még egyre bürokratikusabb lett a rendszer igazából azzal, hogy ma már egy gyufáskatujára és közbeszerzési eljárás kell kiírni, tehát nekünk egy bizonyos négyes számú mellékleten kell mindent megigényelni a tankerülettől, amelyre vagy érkezik válasz, vagy nem. Most legutoljára egyébként azon háborodtunk föl, hogy az érettségi törzslapokat szerettük volna köttetni, és az érkezett vissza, hogy nincs rá pénz, nem lehet beköttetni az érettségi törzslapokat, ami ugye jogszabályi előírás. Most ez egy pitjáner ügy, de ez a legkisebb, és gyakorlatilag mindennel így van. És igaz a krétavásárlás, igaz a papírvásárlás. Az utóbbi időben azért erre figyeltek már, de az elején volt ilyen. Annyit emlegettük, hogy nem lehet krétát venni szabadon ebben az országban. A tankönyvek kiválasztása és annak beszűkítése, hogy van kettő vagy három tankönyv, és tessék ebből tanítani, az egy gyakorló pedagógusnál miben okoz gondot? Tehát nem a szája íze szerint van, nem a gyerekek igényei szerint van megírva, vagy mi az, ami fennakadás okoz? Például az, hogy van egy kétszintű érettségi rendszer, ahol készségeket mérnek, és ezeknek a készségeknek a gyakoroltatására nincs tankönyv. Illetve azok a tankönyvek, amik rendelkezésre állnak, azokból körülbelül 10% használható ilyen célra. Tehát van egy elvárás, hogy mit kellene teljesíteni, de amit használhatunk erre, az nem alkalmas rá. Mondjuk én nyelvtanár vagyok, hogy képletesen, hogy el tudjam mondani, mi is történik. Ott kommunikálniuk kell, életszerű szituációkban kell részt venniük, és olyan könyvekből választhatunk, amelyek vagy 30-40 évvel ezelőtt íródtak, és ezért a nyelvi tartalmuk az már elavult, vagy pedig olyan feladatok vannak benne, amilyen az érettségén nincs. Hát az, hogy egy kicsit közben 12.000 forintos lehet a maximálisan egy tankönyvcsomag. Egy kezdő gimnazista tankönyvcsomagja minimum 20.000 forint. Na most elképzelhető, hogy milyen tankönyvállománnyal rendelkezünk. Megnőtt ugye a fénymásolási költség, mert hogy valahogy a gyerekeknek el kell juttatni. A taneszközöket 12.000 forintba, egyébként ezek az OFI által készített kísérleti tankönyvek beleférnének, de hát azok közrehajtárgyat. Meg 30-40 évvel ezelőtt írottak? Hát erről nem tudok, de egyébként tényleg kiraktuk a tanáriba. Közrehajtárgya? Komolyan, tehát óriási baromság, már elnézést a kifejezéset, óriási baromságok vannak benne. Tehát én most így nem tudnék idézni, de a 9-es magyar könyvet néztük meg most, nem tudom, hogy azóta már kijavították-e, de hónapokig kint volt a tanáriban a Fali újságon. Mint példa. A gyerekekről beszéljünk még. Egésznapos testnevelés, menzareform, egésznapos iskola, tananyag, megnövekedett tananyag. Tehát mi az, ami a legnagyobb problémát okozza önök szerint? Hát itt igazából minden. Minden egybevéve. A legnagyobb probléma itt a kerettanterv. Iszonyatos mennyiségű ismeretanyagot ír elő. És hát ugye a gyerekeknek nem azt tanítjuk, ami az élethez szükséges, tehát a kompetenciafejlesztés az háttérbe szól. Nem is tehetik meg, hogy azt tanítsák. Kötelezően előírt mennyiségű anyag van, az érettséghez ez kell, a továbbtanuláshoz ez kell. Tehát itt az alapoktól kezdve probléma van. A legkisebb szintől egészen a végéig. És hát ugye heti 35 órára vannak a gyerekek általában beállítva, tehát heti 35 a kötelező órájuk. És a 10. évfolyamon 36. A mindennapos testnevelésnek természetesen nincsenek meg a feltételei, tehát ezt is várjuk, hogy felnőjenek a feltételek. Mindenre ezt mondják, hogy várjuk, megszületett a jogszabály, és várjuk, hogy felnőjenek a feltételek hozzá. Télen a gyerekek a lépcsőn ugrálnak, nyáron ott a Városliget, mert közel vagyunk ugye ott a Ligethez, de most, ha beépítik, akkor nyilván ott építési terület lesz. Ott nem lehet majd. Nem lehet, egy tornatermünk van, meg egy kis tornaszobánk, és egyszerre párhuzamosan minimum 3 testnevelés órának kell zajlani ahhoz, hogy megoldható legyen. Igen, hát és a lépcsőn ugrálnak a műemléképületben, ami statikailag nem igazán megfelelő. A menza az megint egy másik kérdés, mert ugye ez megint a működtető feladata. Itt az előző önkormányzat a választások előtti utolsó napon aláírt egy szerződést az egyik KFT-vel, akik ellátják Zuglót igazából, és hát egyre kevesebb gyerek eszik. Eddig is olyan
Eddig is a tanév elején a 9-esek beiratkoztak, aztán szépen lassan elfogyott a gimnazistákból. És akkor milyen kör ki mehetnek enni valahova? Nem, nem tudnak hoznak ki otthonról? Mi vagyunk a felelősekért, tehát hoznak otthonról, meg van egy iskolai büfé, ahonnan tudnak esetleg élelmiszert szerezni. Elég sokszor hallottuk a kormányzat részéről az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy a pedagógusok 40-50, nem tudom hány százalékos béremelést kapják. Számból vette ki a szót, ezt akartam behozni éppen. Az történt, hogy eddig volt egy 20 órás kötelező óraszám, és ez, tehát 20 kontaktóra, amikor a gyerekeket tanítjuk. És ez volt 40 órás munkahétre szabva. Igen. Most megemelték 30%-kal, most 26 kötelező tanóránk van, és azt gondolták, hogy ezzel úgyis belefér abba a 40 órába, de azzal nem számoltak, hogy ez a 30 óra az járulékos befektetett idővel is. Azért ne legyünk igazságtalanok, mert 24 a kötelező óra szám, mert hogy erre kellett beállítanunk a pedagógusokat, kettő eseti helyettesítés, hogy beleférjen a 26-ban, hogy véletlenül se kelljen túlórát fizetni. Forintosítva, mennyi béremelést kaptak átlagban az elmúlt hónapokban, vagy elmúlt években? Hát nézze, én intézményvezetőként sokat, úgyhogy én nem mondhatok erre semmit. Most ilyen 60 ezer forintról beszélünk kb., amelyik 24 órával kell megszorozni, hogy ha ezt leosztjuk, akkor az órabér az nem túl sok. De növekedett a fizetésünk. Növekedett a fizetésünk, természetesen, ezt nem vitatjuk. A terhek, azok is növekedtek, ami ezzel kapcsolatos. Azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ugye 26 óra a kötelező óraszám, és általában, mivel a pedagógusok egyre rosszabb fizikai és mentális állapotban vannak, ezért gyakran kihasználják a betegállományt, és egyre többet kell 26 óráig a helyettesítéseket is kihasználni. Emellett ugye 32 óráig kötelező bentartózkodniuk. Ebben az időszakban látják el azokat a feladatokat, amelyeket egyébként a szabadidőszervező, az ifjúságvédelmi felelős, vagy egyébként én, mint gazdasági ügyintéző. Tehát így, látott el, addig, igen, amíg volt, de addig, már addig, nincs. Amíg volt, ezeket a státuszokat ugye elvonták, ez nincs, úgyhogy 32 óráig ezt elvégzik, esetleg az osztályfőnöki teendőiket, majd utána az következik, hogy a pedagógus hazamegy, felkészül a következő napi óráira, és ugye összesen egy hétre 24 órára szerintem nem lehet jól felkészülni, tehát az, hogy lelkiismeretesen. Mindenesetre kíváncsi vagyok, hogy most a többek bátorsága még hányaknak ad bátorságot. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak. És köszönjük szépen.